Az Apple novemberben mutatta be az új M3-as szériás MacBook Pro-kat. Gondoltam, ki kellene próbálni, lecserélem az M1 chipes R-t, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen az M3 Pro chippel szerelt új Pro modell, és abban bíztam, hogy egy kis időt tud megspórolni a másikhoz képest, mert mondjuk menni fog a multitask, tehát mondjuk a Photoshop miközben renderel. Ez volt az eredeti elképzelés, és összességében ez egy remek gép, nyilván 1 millió forintért legyen is az, de a vásárlást megbántam. A videóban elmondom, hogy mit tapasztaltam a 14-szoros MacBook Pro-val, ami egy M3-as Pro chippel van szerelve alapkivitelben. Én Renátó vagyok, a videó pedig kezdődik. A kicsomagolás nem tartogat nagy meglepetéseket, a gépen kívül egy üzembehelyezési útmutatót, két fekete Apple matricát, egy 70 wattos töltőadaptert és egy szőtt, a géphez színben passzoló kábelt kapunk. A Pro modell nevéből is adódóan Pro felhasználókat célozza, tehát például programozóknak, zenekészítőknek, fotósoknak, videókészítőknek ideális, nyilván átlag felhasználásra, mondjuk suliba, irodai munkára azért ez túlzottan erős, arra teljesen felesleges kiadni érte ennyi pénzt. Hogy mennyi is az annyi? 1 millió forintba kerül az alap M3 Pro chipes 14-szoros MacBook Pro, ez 512 gigás tárhelyet és 18 gigás RAM-ot foglal magában. És akkor innen szépen lehet menni felfelé, van olyan M3 Pro chip is, amiben több CPU és GPU magot raktak, dupla akkora tárhelyet, vagy akár lehet egyedileg konfigurálni is őket, több memóriával, több tárhelyel, határ gyakorlatilag a csillagos ég, de ez itt nálam a teljesen alap, fekete színű változat. Bár megmondom őszintén, inkább sötét szürkének néz ki, a másik elérhető szín az pedig már a megszokott ezüst szín. Nos, menjünk végig az alapokon. A dizájn ugye az már ismerős lehet, teljesen ugyanaz a készülékház, mint az előző generációnál. A változás itt csak ez az új astrofekete szín. A kialakítás nyilván teljesen prémium, nagyon minőségi az érzet, a kávák vastagsága az rendben van, a billentyűzet nagy, kényelmes, jól használható, a tapipadról pedig aztán végképp ódákat lehetne zengeni, annyira jó, abszolút a legjobb a piacon. A billentyűzet háttérvilágítása intelligens, illetve a bekapcsoló gombon van egy Touch ID ujjanyomat olvasó, a ház két oldalán pedig két hangszóró, ami brutálisan jól szól, basszus is van bőven, abszolút etalon szerintem a laptopok között. A zsanér az tökéletes, egy kézzel is könnyen nyitható a gép és a helyén marad, valamint a portok terén is azért korrekt a felhozatal. A MagSafe töltőport mellett van két USB-C port és egy jack a bal oldalon, míg a jobb oldalon van egy HDMI, egy USB-C, valamint egy SD kártya olvasó is, az USB-C portok pedig Thunderbolt 4 szabványúak. Ezekkel azért bőven el lehet lenni a mai világban, bármiféle átalakító nélkül. Külső kijelzőket is nyilván meg tud hajtani, egy 8K-s panelt 60 Hz-en, két darab 6K-s panelt egyszerre akár 60 Hz-en, vagy egy 4K-s panelt 240 Hz képfrissítéssel, valamint az USB-C portok DisplayPort átvitelre is képesek. A kijelző 14,2 hüvelykes képátlóról beszélünk, 3094x1964 felbontáson, azaz nagyon-nagyon éles a kijelző, pixelesség abszolút nem látható. 600 nites a tipikus fényerő, HDR tartalmaknál pedig max 1600 nit, ami bőven elegendő és szép képeket ad, szépek a színátmenetek, valamint a kontraszt is jó. A panel mini LED technológiára épül, ez tényleg remek kontrasztot ad. A teljesen fekete háttérnél a világos tartalmak is jól minimális fényátszűrődéssel jelennek meg. A kijelző ProMotion tehát 120 Hz-es, bár ez maximum animációknál érződik csak valamelyest egy ilyen gépnél, ugyanis hát azért laptopnál kevésbé észrevehető a különbség, mint egy mobilnál a 60 és a 120 Hz között. Természetesen a szín megjelenítés is remek, elvégre ugye ez egy Pro modell, amivel fotókat és videókat fognak szerkeszteni a felhasználók, a teljes P3 színskála megvan. Én nem nagyon hiszem, hogy bárki panaszkodna erre a kijelzőre, inkább itt a kérdés az, hogy kinek a 14 és kinek a 16 hüvelykes változat passzol inkább a saját igényeihez, én ennél jobb kijelzőt nem is kívánhatnék.
A kijelzőben felül van egy notch, ahová be van építve a webkamera, ami egy 1080p-s darab. Most a MacBook kameráját látjátok, illetve a mikrofonját halljátok, ez a minősége, szerintem teljesen rendben van ez bármilyen FaceTime híváshoz vagy Zoom meetinghez. Akkor nézzük a hardware-t. Hardware-es téren az alap M3 Pro chip van benne, azaz 11 magos proci és 14 magos GPU, 18 gigás egyesített memóriával, 512 gigás tárhelyel, ez a teljesen alap variáns, 999.990 forintért. Gondolkoztam, hogy mit mondjak, vagy hogy hogyan is mutassam be ezt, de igazából úgy sem lehet átadni videón keresztül, használni, érezni kell ezt a gépet. Tehát minden villámgyors, és ez a RAM mennyiség, valamint a teljesítménye bőven elég ahhoz is, hogy multitaskingban dolgozzál, és az appok között szempillantásnyi legyen a váltás ideje. Ha megy a Photoshop, miközben mondjuk az exportál, vagy a Lightroom is megy mellette, és közben videót szerkesztesz, és még megy a háttérben zene, meg van nyitva egy rakat Chrome ablak is, simán minden probléma nélkül tudsz haladni azzal, amit éppen csinálsz, a többi az megy a háttérben. Nem akartam én nagyon a benchmarkok világában mélyülni a géppel, mert az nem adja vissza a használati élményt, de azért nyilván a mihez tartás és az összehasonlíthatóság miatt csináltam vele szintetikus teszteket is, és szép magas pontszámokat kapunk például Geekbench-en. 3D Mark tesztet is adtam neki, láthatjátok a magas számokat, valamint megkínáltam Cinebench-el is, és az eredmény nyilván elég jó, főleg egymagosban brutális. De ahogy egyébként a hűtés is jó. Normál használat mellett, ami alatt értsd, hogy mondjuk képet szerkesztesz, közben böngészel, videót vágsz, közben egyetlen egyszer sem hallottam a ventilátorokat, a legminimálisabban sem, csak azt éreztem, hogy terhelés alatt egy kicsit azért melegszik a gép háza, de teljesen hangtalan közben. A benchmarkok alatt egyedül a Cinebench alatt lehetett hallani a hűtést, ott nyilván extrém nagy terhelést kap, és olyankor egy kicsit lehet hallani, de nem vészes, nem akar felszállni, nem akar elszállni, a gépet tökéletesen és csendesen kordában tudja tartani ez a hűtés, tehát ezen a téren nagyon jól dolgoztak. Néztem böngésző tesztet is, azért nagyon komoly, hogy milyen eredményt tud elérni a speedometer tesztjén, ami ugye megnézi, hogy egy perc alatt mennyi feladatot tudott teljesíteni a böngésző. Ennyire magas számot sohasem láttam még, ez a responszivitás mutatja, és igen, ez eléggé responszív. Ami számomra fontos volt, hogy gyorsabb legyen a render, mint az M1 R-nél, és hogy közben lehessen mást is csinálni a gépen. Ugye az M1 chipes R gépem az 8 gigás, és hogyha ezen megy egy videóexport, közben nem lehet vele csinálni mást, mert akkor belassul az export ideje, és akár mondjuk egy óra is lehet egy 15 perces 4K-s tartalom esetén. Nos, ennél a gépnél annyiban van fejlődés, hogy lehet mást csinálni, nem érinti számottevően az export időt, viszont érdekes, hogy maga az exportálás az nem lesz sokkal gyorsabb, sőt, majdnem ugyanannyi. Van egy hagyományos 20 perces iMovie projektem, amit kiszoktam renderelni a gépekkel tesztgyanánt, hogy lássam, hogy mennyi idő alatt végeznek, és őszintén szólva minimális a különbség, szóval itt tényleg csak annyi az extra, hogy ennél a gépnél lehet közben akár Photoshopban, vagy Canvában, vagy bármi másban is dolgozni, miközben éppen rendereli a videót. Úgyhogy tényleg ez a gép tudja azt a sima használati élményt komoly terhelés alatt is, amit elvár az ember egy 1 millió forintos munkaeszköz esetén, de egyébként így a praktikus használat esetén annyival nem érezhető a fejlődés egy két generációval ezelőtti alap R-hez képest, nyilván, hogyha ennél ráadásul 16 giga lenne benne, akkor pedig még kevésbé lenne érezhető. Ami még így a hardwarehez tartozik és az Apple nagyon-nagyon jó benne, az az M3 Pro-tól is abszolút elvitathatatlan, az az energiahatékonysága. Először is ugye a csúcs teljesítményét azt le tudja adni akkor is, amikor nincsen hálózatba dugva, valamint rendkívül hosszú ideig képes egy töltéssel elmenni. A gépet február 20-án kezdtem használni, akkor teljesen feltöltöttem maxra, megcsináltam vele egy videót és a hozzávaló két TikTok videót, elvittem Barcelonába, ahol szintén készült vele kettő videó, illetve minden este böngésztem is rajta, és az utolsó este töltöttem rá még kint Barcelonában, de csak azért, mert végül is miért ne, végül is ingyen volt az áram, 30% töltöttsége volt még akkor is, szóval simán tudtam volna vele még hazajönni és használni. Úgyhogy
eszméletlen jó az üzemidő. Az Apple azt reklámozza, hogy 18 óra Apple TV nézés és 12 óra webböngészést tud, ami szerintem egyébként körülbelül hozható is. Megcsináltam a szokásos tesztemet, azaz közepes fényerőn 2 óra videónézés 4K-ban 11%-ot hozott le az aksiból, azaz bőven-bőven kibír egy napot az eszköz. A töltés pedig MagSafe porttal pofon egyszerű, és a 70 wattos adapter jár a gép mellé alapból, de 96 wattossal is lehet kérni 7000 forint felár ellenében, annyit talán meg is ér. A töltőkábel pedig jó hosszú és minőségi szőtt darab, nem is gubancolódik össze, no meg ugye passzol a gép színéhez. Aztán a szoftver, az oprendszer. Ugye a macOS az egyik legstabilabb és legbiztonságosabb rendszer, ráadásul nagyon sokáig bőven 5 év fölött frissítik, sőt inkább közelebb van az a 10-hez. Komplett a csomag, rengeteg integrált applikációval érkezik, akár csak ugye az iMovie vagy az Apple féle irodai alkalmazások, ezek ugye mind-mind feltelepítve érkeznek licenszel. A fő lényeg az ökoszisztéma, ugyanis ez a gép tökéletesen együttműködik a többi Apple eszközzel, legyen szó iPadről, akár egy másik MacBookról, iPhone-ról, vagy akár fülhallgatóról. Egyikben kimásolsz valamit, az a másikban beilleszthető, vagy át lehet húzni egyikről a másikra dolgokat, a képernyő kiterjeszthető, például iPad-re is, felvehetők a gépről a telefonhívások, az iMessage, a fotók, tehát minden össze van szinkronizálva, és működik az összes eszközön a fiókoddal, és most már azért külső alkalmazásból is elég sok elérhető, persze még mindig van, ami Mac-re nem érhető el sajnos. Amire viszont nem való, az a játék, ugyanis továbbra is ez nem a MacBooknak a fókusza. Ez azért már el tud futtatni élvezhetően játékokat is, de ezen az áron sokkal-sokkal komolyabb gamer laptopok kaphatók a Windows-os felhozatalból, így én itt inkább maximum a játék streaming szolgáltatásokat használnám, hogyha mindenképpen nagyon játszani szeretne az ember, mint például a GeForce Now. Nos, én körülbelül ennyit gondoltam elmondani erről a gépről, így majdnem 2 hét tapasztalatai alapján. Összegzek, ez egy remek laptop. Tehát egy remek kialakítást, remek kijelzőt, remek teljesítményt és szoftvert kínál, jó a kamera, jó a mikrofon, jó a hangzása, és nagyon-nagyon szuper az üzemideje, természetesen nem olcsón, 1 millió forintért. Ami szerintem az egyetlen hátránya, az a kevés tárhely, mert ezen a szinten az 512 giga az szerintem édes kevés, amikor ugye egy videóprojekt van, vagy 100 giga. Egy tényleg átlagos felhasználó pedig teljesen felejtse el ezt a gépet, arra bármelyik M-chipes R-gép tökéletesen elég, az M1-es is, vagy akár az M2, csináltam mindkettőről videót, ezek itt fent elérhetők. Hogyha egy átlagos felhasználó vagy, de az R-nél jobb kijelzőt, üzemidőt és plusz sportokat szeretnél, akkor van egy ettől a géptől 200 ezer forinttal olcsóbb Pro gép, a sima M3 chippel. Az is egy tökéletes gép átlag felhasználásra, bár egy kicsit szerintem még az is overkill egy átlagos használat esetén. Ez a belépő szintű M3 Pro chipes a belépő az igazi Pro felhasználás világába, amiben ez a gép tökéletesen helytáll, szóval aki zenét kreál, programozik, netán 4K videókat vág, fotós, ez a gép ezt tökéletesen évekig ki fogja szolgálni, én nem hiszem, hogy érdemesebb ebből is egy komolyabb M3 Pro-t vagy M3 Max-ot venni, de szerintem az extra RAM-ot sem érdemes beleválasztani. Hogyha a felhasználási módot megegyezik az enyémmel, azaz vágsz mondjuk heti 1-2 videót, és van benne egy kis képszerkesztés, és közben Office és böngészés is megy, és jelenleg mondjuk egy M1 vagy M2 chipes géped van, akkor viszont ez nem fog annyi javulást hozni, hogy megérje erre átváltani. Ha számszerűsítem, mondjuk 300 ezer forintért el tudnám adni az M1-t, és ez pedig ugye 1 millió forint, a kettő közötti árkülönbözet 700 ezer forint. Ezért ugye itt kapok több portot, jobb kijelzőt, jobb hangzást, sima multitasking lehetőséget, de például videóvágásnál vagy exportnál alig van különbség. Ezért mondom, hogy szerintem nem éri meg a váltás M1 vagy M2 chipes gépről, főleg nem Pro-ról. A végszó tényleg az, hogy ez egy remek, zseniális gép, annak, akinek egy bivajerős, jól használható laptop kell remek kijelzőidővel, mondjuk Windowsról vagy Inteles Macről érkezne, és főleg komolyabb munkára használná, és 1 millió forintot ki tud érte adni. Neki ez a gép, ez pont ideális lesz, és szerintem nem is kell ennél több, maximum az döntse el, hogy méretben ez, vagy inkább a 16-szoros illik hozzá jobban. Te mit gondolsz a MacBook Pro-ról?
Egyet értesz, vagy esetleg másként látod, amiket mondtam? Beszéljük meg a komment szekcióban. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignézted a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornámra, ha kíváncsi vagy még hasonló tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napod, ciao!